Monsieur Nolan, rendőrség. Tessék. Monsieur Nolan? Igen. Javard Lal felügyelő vagyok. De kérem, minek köszönhetem a látogatást? Felismeri ezt? Hogyne. A felesége mi? Hogy került magához? Egy taxiban találták egy órával ezelőtt. Értem. Kiakadhatott, amikor ment a kaszinóba. Tudja, mennyit ér? 200 000 dollárt, úgyhogy kezet csókolhatok magának. Hé, mit csinál? Semmi ok az izgalomra, uram. Nálunk biztonságban lesz. Na de hol megy vele most? A felesége holnap átveheti a parancsnokságon. Holnap? Mondjuk 10 órakor, ha megfelel. De ma este tovább akartunk hajózni. Sajnálom, uram, de vannak bizonyos formaságok. Milyen formaságok? Jutalom, iktatási százalék. Összesen 5%-ot kell majd fizetnie. 5%-ot? Tréfálnak? Na azt hiszik, hogy belőlem egyetlen cent... Nincs felhatalmazásom, hogy vitatkozzam önnel. És ha most megbocsátom. Ne, várjon, rendben van. Kifizetem azt a százalékot. Kiírok egy csekket. Monsieur. Jó, készpénz. Itt mindenkinek csak az kell. 5%, az 10 000 dollár. Tiszta rablás. Kérem, uram, én nem fogadhatom csak el. Ugyan? Hát majd meglátjuk. Ezzel megszegném a törvényt. 10 000 dollár, ugye? 2, 4, 6, 8, 10. A felesége aláírására mégis szükség lesz. Itt az aláírása. És az útlevelére is. Itt az útlevél is. Elintéztük a formaságokat? Milyen formaságokat, monsieur? Szeretem, ha Zsaru nem akadékoskodik. Vedd fel, Harry. Várjon, monsieur. Pardon, monsieur. A felesége keresi, uram, a kaszinóból. Biztos meg lesz ijedve a karkötő miatt. Nem marad itt egy italra? Nem, szolgálatban soha. Nagyon sajnálom. George, nem tudnád ide küldeni Harryt néhány ezresre? Olyan pehjem volt. Nagyon sajnálom, már eddig is 12 000-ben vagy. 12 000-ben? Te valami másról beszélsz, nem értelek. Hol van a karkötőd? A karkötőm? Itt van, rajta van a csuklómon. Biztos? Biztos, itt van az orrom előtt. Utána. Köszönöm. Bolni? De persze. A sikerre. Arra. Ezt nevezem én édes életnek. Első osztály. Pezsgő. Csinos lányok. Egy halom pénzos ebben. Erről jut eszembe. A részem. Mikor adod oda a részemet? Nem mondtam még. Mit nem mondtál? Befektettem neked. Mit csináltál? Már régóta tervezem ezt a dolgot, csak a pénz hiányzott hozzá. Tudsz krikettezni? Ki a fenét érdekel a krikett?
won't satisfy him. That's why he takes from everyone as they pass by him. Yes, they're pleased that they know Mr. Jericho. Though people say bad things about him, those lovely ladies, Patrick McNee, Balázs Péter. Connie Stevens, Freud Edith. Herbert Lom, Láng József. Máté Ellen, Koroknai Géza. Mr. Jericho. Magyar szöveg Nikovics Oszkár, hangmérnök Szatári Mátyás, rendezőasszisztens Balázsi Mária, vágó Kis László, gyártásvezető Sigmond Erika, szinkronrendező Vajda István. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdióban készült. Zene Lori Johnson. Írta Philip Levin. Rendezte Sidney Hayers. Köszönöm, Mr. Jericho. 8-as lakosztály. Köszönöm. Na. -44-75. Látod ezeket? Az ember eltölt 2 hetet ilyen helyen, végképp nem érti, hogy lehet valaki vegetáriánus. Mr. Jericho? Telefon. Tessék. Dudley? Kedves barátom, örömmel hallom a kémeimtől, hogy megérkezett. Rosszó maga az? Rosszó? Meddig marad? Tudja, hogy van Rosszó, az élet roham, ma itt, holnap ott. De mielőtt elutazik, remélem meglátogat. Hát ez nagyon kedves magától, és mikor volna jó? Mondjuk 2 óra megfelelne? Nem hiszem, 2 órakor ugyanis. Nekem viszont megfelel. Rosszó, lehetetlen, értsem. Szóval 2 óra, barátom. Telex Zürichből. A frank 11,6, a márka 9,5. Hívja fel Grünwaldot. Felhívtam. Már talált is vevőket a Leclerc acélra. Nagyszerű, Miss Gray. Miss Gray, 2-kor jön egy ügyfelem, egy bizonyos Mr. Jericho. Jericho? Igen. Nem mondhatom, hogy a barátom, de engem szórakoztat. Érdekes fickó. Igen? Mit csinál? Réges-régen milliómos lehetne, de gátlásai vannak, mint magának. És milyen ügyben jön ide? Hát, ha az emberismeretem nem csal, egy balekot keres. Nézd meg! $2000 erre ment el. Oh, hát ez hamis. Közönséges üveg. Azért a kis pénzért még valódi is legyen. Ez a híres Gemini gyémántok mérethű hiteles utánzata. Hogy gyémántok? Úgyhogy 2 volt belőlük, csak az egyik elveszett és nem került elő. És most mi a nagy terved ezzel? Nagyon egyszerű. Ezt a hamisat kicseréljük az igazira, azt pedig eladjuk. Nem csak a pénz miatt csinálom. Rosszó skalpját akarom. Miért épp az övét? Szakmai becsvágy. De Rosszó nagyon okos csirkefogó. Mindenkinek van gyengéje. Olyan ember még nem született, akit ne lehetne becsapni. Rosszó gyengéje az, hogy nagyon szeretné azt a gyémántot. Régi vágya, hogy megszerezze. Nekem is van egy titkos vágyom, de... Micsoda? Hogy álljunk odébb, amíg lehet. Mm.
Hát ez egy erődítményt épített magának. A nevem Jericho. Várnak oda bent. Sok nekünk, forduljunk vissza. Egy nyitott kaputól. Te maradj itt. Nem szívesen. Az üzletfeleimnek az vagyok. Az ismerőseimnek Dudley. A barátaim pedig nem úgy... tartozom közéjük. Mr. Jericho megérkezett. Már is megyek. Maga Rosso titkárnője? Kíváncsi vagyok, mit képzelt, kit talál itt. Minden esetre téved. Én ugyanis csak dolgozom itt. Dudley! Kedves barátom, örülök, hogy eljött. Jó napot, Rosso. Gondterheltnek látszik, mi baj? Elég ok a gondterheltségre, hogy magának jó kedve van. Nem változott, jöjjön beljebb. Iszunk valamit, és közben elmondja, hogy van mostanában. Egész elegáns. Tetszik? Az én ízlésem. És nem csak a berendezés. Látom, egyetért. Üljön le. Hát persze. Tudtam, hogy maga megvehet mindent. Csak magát nem. Tudja, hogy mi hiányzik magából, barátom? A mélységes becstelenség. Meg vagyok anélkül is. Persze, hogy megvan. Miben töri a fejét mostanság? Csíp-csup üzletek, nyaralok, napfürdőzök. Csak ennyi? De magával tudnék egy jó üzletet csinálni. Csak ugyan? Mi volna az az üzlet? Az a másik Gemini. Hogy érti, hogy az a másik Gemini? Magánál van az egyik. És azt mondta, 500 000 adna a másikért. Á, egyszer. De hát az több száz év elveszett. Megtalálták. Ha, ez valami trükk. Látom magán, hogy ez valami trükk. Adok magának valami italt. Jó van, legyen trükk. Jericho, mondja ki kerekem, mit akar. Ha kell, én tudom, hogy kinél van. Ha nem kell, mondja meg. Hazudnék én magának? Igen. Hol bukkant a nyomára? Párizsban. El tudnám intézni, hogy ide hozzák. Mennyiért? Maga mondta ki az árat, 500 000 dollárban, készpénzben. Ehhez kellene néhány nap. Nem sürgős. Én most nyaralok. Mi az, Miss Gray? Egy igazoló szervény érkezett. Oda teszem a többihez. Jericho, ne álljon ott csak úgy, jöjjön le. Köszönöm. Mondja, maga látta is, vagy csak hallott róla? Láttam, és gyönyörű. Van olyan szép, mint ez? Nem, hagyja csak itt van, Miss Gray. És ezt itt tartja? Miért ne? Itt biztonságban van. És még nem próbálták ellopni? De, próbálták. És? Jöjjön. Mutatok valamit. Megmutatom, mi vigyáz rá. Mindannyian mesterlövészek. Nyissa ki az ajtót. Látja, itt a finom érzékelő. Semmi baj, Philip. Aztán... még ott van a zárkombináció.
És ha valakinek sikerül betörni, akkor jön a meglepetés. Megmutatom. Ugye nem mutatom. Büszke vagyok rá, bevallom. Nagyon egyszerű. Ha felemeli a gyémántot... Rádiójelek lezárják a kijáratokat. Pontosan. És a lezárt ajtókat csak kívülről lehet kinyitni. Figyeljen! Szabadítson ki minket, Miss Gray. És azt mondja, hogy mégis akadt valaki, aki el akarta lopni. Igen. Egy dél-amerikai és a barátnője. És mi történt? Tulajdonképpen nem tudom. Amikor meghallottam a riasztót, elutaztam külföldre 3 hónapra. Ugye nem meséljem el, hogy mi várt itthon? Jöjjön, most jól fog esni egy kortyitól. A befektetés nélkül nem lehet nagy pénzt keresni. De. Mi van? Te nekem szinte az apám vagy. Itt akarsz adni árván? Szegények vagyunk, olyan nagy baj. $10 volt, amikor megismertelek, neked meg semmit. De az nem tartott sokáig. Igaz. Hát szóval neked volt $10, és nekem semmim. Hallgassám most az egyszer. Hagyd rossz szó, túl kockázatos. Csak ide azt? Megteszek mindent, amit mondasz, úgy lesz, ahogy akarod. Akkor kapcsold be a rádiót. Hallgassunk egy kis zenét. Á, zenét hallgatni ilyenkor. Mi ez a kezedben? Ez egy zavaró szerkentyű. Eltéríti a rádiójeleket. És ha mégsem? Mondd meg a barátaimnak, ne hozzanak virágot! Egy, kettő. Eddig megvan minden. Marad az ablak. Kösz. Te zseni vagy. Miért? Mert épp erre van szükségünk. Fogd a cuccot. Tessék. Rosszul? Itt Jericho beszél. Á, mi újság? Egy kis gondom támadt. Átmeneti fizetésképtelenség. Egy kis előleg kellene, úgy $10,000. $10,000? Rendben van. Mikor jön érte? Megfelelne 11 óra körül? Rendben. Akkor rajta! Vigyázz magadra. Nem hagylak árván, ne félj. Jöjjön, Jericho! Meg
megkapja az előleget, de ideadja az útlevelét. Az útlevelemet? Csak egy kis elővigyázatosság. Komolyan azt hiszi, hogy meglépnék rongyos $10,000? Ó, Isten őriz, de nem árt, ha az ember óvatos. Minden üzlettársával ilyen bizalmatlan. Különben, ahogy gondolja. Angelo! Sajnálom, Jericho. Itt van. Pedig nem hordom magammal mindig. Hol van a pénz? Mindjárt megkapja. Rendben van, Angelo. Forduljon el. Tudom, hogy 20 lépésről is képes leolvasni egy kombinációt. Nem gondolja, hogy becsapnám néhány rongyos dollárról. Isten őriz, de nem árt az óvatosság. Thank you.
amire azt írta, hogy jobb, az bal, és ami a tükörben bal volt, az jobb. Kösz, haver! Az ördög, ez rosszul. Én is ezt kérdem magától. Itt járt tegnap este, igaz? És sikerült engem megkönnyebbíteni a 10 000 dollárral. Megmondtam magának, hogy mire kell. Szállításra, ugye? Szállításra. Párizsból Máltára. Igen, ide hozzák. Hát ez érdekes. A reggeli órákban ugyanis felhívott valaki Párizsból. Bizonyos Mademoiselle Claudine Lucet. És azt mondta, hogy nála van a másik Gemini. Szerintem valaki át akarja verni magát. Azt hiszem, tudom is, hogy kicsoda. A szavamat adom, hogy én az igazit hozom. És ami a nőnél van? E felől kérdezze meg őt.
Igen. Miss Lizet hívja a repülőtérről. Kapcsolja be. Igen. Ah, Monsieur Rousseau, ici Claudine Lisette, je suis arrivée. Je vois bien, mademoiselle. Je vous attendais plus tard. Prenez un taxi à mon compte. Je vous réserve une chambre à l'hôtel Phénicia. Ça va? Bon, parfait. À tout à l'heure, mademoiselle. Tenez, je vous passe ma secrétaire. Foglaljon kérem azonnal egy lakosztályt Lisette kisasszonynak a Phénicia hotelbe. Igen, Mr. Rousseau. Megérkezett. Ki fog derülni az igazság? Remélem, ráér eljönni vacsorára. Hogyne. Angelo, nyiss ajtót Mr. Jericho-nak. Ne bánjon vele túl szigorúan. Mr. Jericho, akarja, hogy visszavigyem? Köszönöm, taxival megyek. Nem valószínű, hogy talál itt fenn. Akkor majd gyalogolok. Több mint 6 mérföld a városig. Nem gondoltam volna. Mehetünk? Maga más embernek látszik, mint akik rosszul környezetében vannak. Maga is. Én belátom, hogy nem vagyok angyal, de amit rosszul tud néha művelni. Azt mondta, magának aggályai vannak. Magának nincsenek? Nem engedhetem meg magamnak, hogy legyenek. Elég hihetetlennek hangzik. Nem tud rólam semmit. Most át másodszor. Itt van. Ide figyelj, ki ez a francia csaj? Ezt kell kideríteni. Claudine Lisette. Igen. Írja be, kérem, a nevét a könyvbe, tessék. Van szépjük? Tessék, madám. Szép, az ékszereknek. Ó, hogyne, hogyne. Az alaksorban minden szobához tartozik egy szép. Jöjjön utánam, kérem. A 7-es az öné. Thank you.
Na, mit találtál? A neve Claudine Lucette, és Párizsból repült ide. Lehet, hogy a gyémántja igazi. Ki van zárva? Akkor mi az ördögöt akar? Nem tudom. Érdekes lesz kideríteni. Na, de és csak. Maga mit keres itt? Hát többek között például itt lakom. Ne mondja. A legfelső szinten, a szegény negyedben. Azt hittem rosszul, bőkezűbb. Néhány dologban csak ugyanaz. El ne feledkezzen róla, ma este nála vacsorázik. Igen, nem utasíthatom vissza. Kocsit fog küldeni magáért és Mademoiselle Lucettért. Ez kapóra jön. Éppen most indultam hozzá, hogy megismerkedjen. Éppen a fürdőkádban ül, ne zavarja. Igen. És ha magát próbálnám rábeszélni, hogy igyon meg velem valamit? Hát, ha az ember nem próbálja, nem sikerülhet. Gondolom rosszul beszélt magának rólam. Igen, így van. Azt mondta, hogy maga egy célhámos. Igaz? Igaz. Pedig maga nem látszik bűnözőnek. Bűnözőnek? Ez nem olyan súlyos, én csak az eszemből élek. Én nem rabolok bankot vagy ilyesmi, erre nincs is szükség. Az emberek manapság rendkívül hiszékenyek. Én is megbántam már egy párszor, hogy az vagyok. Magát nem csapnám be, ígérem. Sajnos már mennem kell. Ne feledkezzem meg róla, hogy rosszul vacsorára várja este. Tudom. A kocsi 7-kor jön ide maguk. Jól van, ne aggódjon. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Mademoiselle, hát ez fantasztikus. Ilyen szakértelemmel még nem találkoztam. De ezt nem fogja felismerni. Oh, no? Nos, melyik borvidék? Ez van nagyon könnyű. Nem messze van nekem születő falu. Apernay, de Franciaország. Helyes, de most lássuk a szőlészetet. Szőlészet? Ez van édes avihoz. És nagyon száraz atushoz. Ezért azt hiszek, hogy igen, ebből a szőlészetből van, ami Marnak a partján van. Megvan. Chateauvigny, ugye? Helyes. És melyik évből? Ez kitűnő évjárat. Üvegezték, amikor én voltam ekkora. Egy alacsony ember térnadrágban is nagy haja volt. 1952. Helyes, bravo! Bravo! Jericho, ritka találkozásnak vagyunk tanúi, amikor a szépség és az értelem találkozik. Egyetértek. Csirió. Kedves Claudine, eddig nem akartam üzletre terelni a szót. Az üzlet rontja az étvágyat. De most már szeretném, ha mondana valamit a másik Geminiről. Ugye maga is kíváncsi, Jericho? Szer fölött. Ismeri a történelmet? Nagyjából. Állítólag Fülöp a második ajándékozta. Tudják, a Göhö király egy szeretőjének, akinek a képe benne van a Louvre-ba. És alapfelé volt egy háború, és az egyik ő elveszett, és most Párizsban előfordult, és én képviselek a tulajdonos. Fantasztikus. Ugye, Jericho? Ha nem ön mondta volna, nem is hinném el. Miért nem? Én ugyanis... Engedje meg! Claudine, azt hiszem itt az ideje, hogy megtudja. Barátunk Mr. Jericho is felajánlott nekem egy Geminit. A másik Gemini? Igen. Tehát az nem lehet. Én hoztam magammal Párizsból, és a hotel szépben van. Kérdés, hogy valódi-e? Természetesen. Egy dolog biztos, három gyémánt nincs. És nekem van egy. És... De hadd mutassam meg. Jó. Itt tartom a gyémántomat. Biztosíthatom önöket, hogy az enyém igazi gyémánt. A hamisítványt egyszerűen megkülönböztetjük. Ez így van, Mademoiselle. Egyetértek. Én is. Csak egy csepp ebből a savból, és ha üveg, nézzük, mi történik. Fölösleges bemutatni rosszul. Nem, nem. Hadd mutassam meg. Oh.
csatornát. Látja? Az igazi gyémántal nem lép reakcióba. Mi, Masi? Claudine. Igen, darling? Rosso nagyon megtarolja, ha be akarják csapni. Én gondolom, inkább ne próbálja. Maga olyan vonzó garszon. Kál magáért. Álljon meg, legyen szíves a következő sarknál. A szálloda még odébb van. De nekem itt van valami dolgom. Tolasson vissza. Hallottam, mit mondtam? Fenícia Hotelhez, amilyen gyorsan csak a lótól telik. Mi a baj? Valami nem stimmel. Dugd csak ezt a nagyítód alá. És nehogy azt mondd, hogy hamis. Az. Nem értem, nem cserélted ki? De. Nem vagy benne biztos? Megzavartak ugyan, de esküdni mertem volna rá. Marha, az igazit raktam vissza a helyére, vissza kell mennem. Hát, de hogy akarsz bejutni? Thank you.
Miss Gray! Miss Gray! Szólította Miss Gray. Nem hallottam, uram. Ezt ott hagyta. Ó, köszönöm. Valami baj van? Nem, csak azt hiszem, ma a szokottnál is melegebb van. Igen. Nyomott a levegő, kinyitom az ajtót. Nagyon késő van. Nem dolgozunk többet, elmehet. Köszönöm. Jó éjszakát. Jó éjszakát. A viszki, uram. Még egyet kérek. És még egyet legyen szíves. Miért nem kérdezi meg, mit kerestem Rosszónál? Nála van az útlevelem. És én vissza akartam szerezni. Sikerült? Nem. Zárva a fiókja. És megjelent maga. Hogy jutott be? Bementem. Kérdezhetek valamit? Miért nem árult el Rosszónak? Nem is tudom. Ez is része a haditervének? A napokban elrepülök innen. Vegyek még egy jegyet. Egy szélhámos oldalán nem lehet túl biztonságos, azt hiszem. Ez az utolsó üzletem, és kész. Megszerezte magának az útlevelet? Túl kockázatos, és még nem old meg semmit. Nagyon kérem, Rosszót ne próbálja becsapni. Nem válogat az eszközökben. Ígérje meg, kérem. Egy valamit megígérek. Ha elmegyek innen, velem jön maga is. Megvan. Na, megtartjuk? Nem érdemes. Mi? Hogy van a vérnyomásod? Hamis. De most biztosan kicseréltem. De az is biztos, hogy ez hamis. Várjál. Azt hiszem értem. Claudine kiszállt a kocsiból a város szélén. És aztán? Csak találgatok. Mi van, ha visszament ő is Rosszóházába? Volt rá ideje. De hogy mehetett be? Ha én be tudtam menni, miért ne tudna? Az a lány. Ez igaz, nagyon ragasz. Hallottál Georgináról? Georgináról? Igen, igen, a szélhámos nő. Azt hiszed, hogy... Nem csak egyelőre találgatok. De ki más tudta volna ezt megcsinálni?
Meg tudná nekem mondani, hol van Mademoiselle Lüzet? Éppen most megy le a hotel strandjára. És az hol van? Itt van mellettünk, uram. Ott látja? Igen, köszönöm. Korán felkelt. És ismeri a mondást a korán kelőkről? Aki korán kell, meg gyémántot lehet. Hui! Tetszik? Aha. A földruhára gondoltam. Fölösleges magán. Úgy értem, a szépsége mellett észre sem veszi az ember. Compliment. Ez nagyon kedves. De nem az első, ugye? De magától az első. Tegnap este korán ott hagyott. Baj? El akartam csábítani holdvilágnál. Mindig szüksége van a holdvilágra? Napközben nincs. Ejjó. Na, valami baj van? Nem, semmi. Pardon, sietek. Mi az idő? Rohanni kell. Már is? Igen, fontos hívást várok Párizsból. Kár. Megvá. Nem maradok soká. Persze, hogy megvárom. Itt leszek, amíg telefonál. Au revoir. Au revoir. Pardon, a táskám. Kedvesség. Mi történt? Maga nem szokott elkésni. El kellett szaladnom a postáért. Olyan különös az utóbbi napokban. Talán túl sok munkát adok magának? Nem. Kicsit ki kellene kapcsolódnia. Kérem. Tökéletes pár volna magából és Jerichóból. Neki agályai vannak, magának elvei. Adja azokat a leveleket. Menjen el egy pár órára, menjen ki a strandra, pihenjen. Köszönöm a tanácsot. Sokáig tartott. Többször megszakadt a beszélgetés. Semmi baj. De így szeretném kiengesztelni. Hát akkor engeszteljen. Bocsásson meg, uram, van tüze? Igen. Várjon, uram! A kulcsa. 8-as ekesz. Köszönöm. Nagyon örülök, mert képzelje maga a 8. ember, akit megszólítottam, hogy van-e tüze, és senkinek sem volt. Tényleg? Igen, úgy látszik, itt már senki sem dohányzik, pedig ez nagyon jó szívan. Gyűjts arra! Nem, szabad nekünk tilos munka közben dohányozni. Ó, ez nagy kár, de azért különben dohányzik, igaz? Különben, hogy lenne gyupája, csak a dohányosoknál vagyunk. Nem, nálunk mindig lennie kell mindennek, amire a vendégnek szüksége lehet.
Hiába ilyen ez a szakma. Régóta csinálja. Na, 14 éves koromban léptem be ide. Akkor azt hiszem, végigjárta a szamárlét. Nem rossz, nem rossz. Ha vendégektől fél, ugye? Van ilyen is, olyan is. Nézzen ezeket a vastag farikat, ezek biztosan sok tésztik. Ó, ez nagyon jó szivar. Vegyen egyet, majd elszívja, amikor végzik. Nagyon köszönöm. Ha tízöl eszet meglátja. Köszönöm. Viszlát. Viszlát. Szó! Szó! Ez mind vissza. Te óvatosan! Susan! Meg miért nem gázol keresztül rajtam? Azt kellett volna csinálnom, tisztában vagyok vele. Nem értem magát. Kivettem egy fél nap szabadságot, hogy találkozzam magával. Lementem a hotel strandjára, és ott láttam, amit éppen csókoloztak a francia nővel. Hadd magyarázzam meg! Nem, ne fáradjon. Nem kételkedem benne, hogy minden helyzetből ki tudja vágni magát. Visszatetted a kulcsot? Vissza. Jól van. Mitől vagy ilyen nyugtalan? Hm? Csak nem amiatt a lány miatt, aki rossz szónak dolgozik. Hm. Meglátott a strandon. Ez kellemetlen. De legalább megszerezted a követ, mert csak ez a lényeg. Tessék. Jericho. Nálam van a pénz. Jöhet érte, amikor akar. Persze, hozza a követ is. Indulásra készen? Igen. Hosszú telefonát. Kezében van a pénz. Mindjárt indulok a villába. A maga helyében nem mennék. Miért? Az a kő, ami magánál van, az csak egy strassz. Mulatságos? Én éppen ezt akartam mondani a maga gyémántjáról. Kedves, hogy figyelmeztet. Higgy el, ha én mondom. A maga gyémántja üveg. Kizáll dolog. De higgy el. Ellenőrizzük mind a kettőt? Miért ne? Itt van a magáé? Igen. Ez nem igaz. Georgina, a nagy Georgina. Hogy csinálta ezt? Hát ezt nem szabad elárulni. A játékot végig kell csinálni. A játékban van vesztes is. Nem haragszik? Egy kicsit. Visszamegyek Párizsba. Még nem késő még egy jegyet venni. Nem, köszönöm. Magával nagyon nagy kettőst alkotnánk. Mikor indul a gépe? 6-kor. $500,000. És magával jól el tudnánk költeni.
Gondolkodom rajta. Abba a bőrömbe teszi majd a pénzt. Hol fogjuk kicserélni? Majd csak kint a repülőtéren. Szenyor Jericho! Ez az útleveled is egy repülőjegy. Mennyi Miss Gray száma? 114-es. Inkább induljunk, ha ki akarunk érni időben. Végre ez is az enyém. Köszönöm, Claudine, maga igazán boldoggá tett. És most már csak el kell élnem a gépemet. Ez gyönyörű. Tökéletesen megegyezik. Minden lap, minden él pontosan egyezik. Oui. Au revoir, monsieur Rousseau. Miért nem marad itt egy italra? Ünnepeljünk együtt. Oh, szívesen maradnék, de nincs időm. Au revoir. Angelo, nyisson egy üveg pezsgőt. Megvan? Igen. Maga is repül? Nem, csak nem akartam búcsú nélkül elengedni. Maga hoppant kedves. Maga is. Darling, mégis kellene egy kis holdvilág. Igaz, drága? Jöjjön velem, kérem. Nem lehet, sajnos. Ah, van valaki? Biztosan gyönyörű lány. Nagyon. És képes nemet mondani mindenhol? Fájó szívvel gondolok magára és a bőröndre is. Au revoir. Viszlát. Dad, megvan? Meg. És a mexikói gép 2 óra múlva indul. Jól van, vegyél még egy jegyet. Kinek? Hogyhogy kinek? Susannak. Ó, Susannak. Susannak. Megemlíti. Miss Gray, 114-es? Igen.
elvitték a lányt. Mi? Rosszó emberei idejöttek, megfogták Claudint és elvitték. Claudint? Susan? A kettő ugyanaz a lány. A nagy Georgina. Ó. Tudtam, csak így lehetett. Világos. Ki más tudta kinyitni a páncéltermet? Erezd el. Micsoda alakítás. Nagyon ügyesen csinálta. Figyelemre méltó képesség. Ezt egy nőnél nagyra kell értékelni. Az igazság azonban az, hogy ezt még többre értékelem. Mi ez? Halljam! Nem tudom, a repülőtéren még pénz volt benne. Te bolond, miért nem néztél bele? Honnan gondoltam volna? Hol van a pénz? Nem tudom, tényleg. Nem? Kiváló gyógymódunk van memória kiesés ellen. Uram! Őrmester! Jöjjön csak ide! Itt egy sürgős üzenet Mr. Rosszónak. Emeljen följebb! Így van. Megvan? Meg. Igen. Gyerünk, ne mérgesítsen tovább! Hol van a pénz? Esküszöm, nem tudom! Várj! Van egy kitűnő ötletem. Nem túl tágas. A levegő egy óráig lesz elég, talán kettőig. A fulladás nagyon fájdalmas halál, kedvesem. Engedj el, Rosszó! Itt az összes pénz. Nem! Előbb engedje el Susant. Ki ő magának? Kicsoda ő nekem? Én dugtam be ide magához, én termeltem ki az egészet. Ereszte csak el! Rosszó! Velem azt csinálhat, amit akar, de őt ereszel. Eszem ágában sincs egyiküket sem elengedni. Angelo! A bőröndöt! A bőröndöt? Állítsa meg a kocsit! Ne engedje ki őket! Válaszoljon már, maga hülye! Válaszoljon már! Angelo! Itt vagyok, Rosszó. Bezáródtam! Nyissa már ki az ajtókat! Hozza a kocsit! Mi ez? Utánuk! Éve a nagy Georgina. Az utolérhetetlen Mr. Jericho. Azért én is ott voltam. Na nézzük csak, amikor először ott voltam. Ti már kicseréltem. És mi volt akkor, amikor Rosszónál vacsoráztunk? Semmit se kockáztattam, előtte visszacseréltem. És amikor másodszor voltam? Akkor már ismét a hamis nyilvánt volt ott. És amikor elloptam a kulcsát? Láttam, mit csinál, és elmentem kicserélni. Maga csak ugyan a legnagyobb szélhám. Nem volt tisztességes versenyen, ott voltam a tűznél. Nem mindegy most már? Teljesen.
De azt hiszem, mi tényleg utolérhetetlen kettőst alkotnánk. Ha akarja, magáé vagyok egy életre. Reméljük, ez az élet nem lesz túl rövid. Nyomd azt a gázt, Molly! Már így is kint van a lábam a hűtőn. Rémár! Honnan jön ez a füstszag, Molly? Légy erős, a motorunkból. Dad, mi van? Vagy lassítunk, vagy felrobbanunk. A gumicélon! Hopp, mit csinál? Hé, ez az én pénzem is! Ha jól ismerem Rosszót, ez megállítja egy időre! Oh, jól van! Az én pénzem! Szórják a pénzemet! Hagyd őket! A pénzt szedd! Elment $500,000. Én nem panaszkodom. Hamis. Azt hiszem, itt a legjobb. Szerintem itt jobb. Maga tisztességes nőt akar csinálni belőle? Határozottan szeretnék. Hát, ez esetben... Ó, Georgina! Ma nem volt idő, mint kidobni az ablakon, igaz? Oh, Dad! Nem túl sok. Oh. Kell valamennyi stafirunk. Köszönöm. Jericho és Jerichoni egészségére. Dad! Hát, ha tényleg meg kell javulni. Oh. Oh. Oh.
won't satisfy him. That's why he takes from everyone as they pass by him. Yet they're pleased that they know Mr. Jericho. Beware, my friends, I'm warning you. Behind that smile of the devil, you can't tell, he hides it well. But deep inside him, he revels in the game he plays. The lion's share is what he's after. But you forget before the wine and midnight laughter. Soon as he says hello, Mr. Jericho, my name's Jericho.